Garfield, magyar hangok, Kerekes József, Cvetkó Sándor, magyar szöveg Nagy Péter hangmérnök, Hidvégi Csaba, vágó Horváth István, rendezőasszisztens Szász Andrea, gyártásvezető Mészáros Szilvia, szinkronrendező Ulman Gábor, producer Kovács Zsolt. A szinkront a Turner Broadcasting Systems Europe Limited megbízásából a Synchron Systems készítette. Mocskos szökevények. Jó napot, Mr. Arbuckle! Köszönöm, postás úr! Hát nem csodás ez a nap. Úgy látom, jó paszban van, Mr. Arbuckle. Vacsorát főzök Liznek, és lesz egy csodálatos esténk. Az élet szép, viszlát! Hát igaz, az élet szép. Most, hogy kézbesítettem Arbuckle levelét, anélkül, hogy találkoztam volna a macskájával. Há! Különleges küldemény a Sárgolyó Express szolgálatától. Azt hiszem, számíthattam volna rá. Nézzük. Hát, ha kitalálom, kinek a villanyszámlája ez? Az asztal megterítése? Pipa? A tévé leporolása? Pipa? A nyomok eltüntetése Garfield nassolása után? Pipa? Ó, és elértünk ahhoz, amit a lehető legutoljára akartam hagyni. A srácok fürdetése. Hú, ez szuper volt. Sárból bárki képes házat építeni, de mi egy egész plázát építettünk. Srácok, sütöttem egy kis lazanyát. Felvittem a felső fürdőszobába, hogy kihűljen. Lazanya? Le is folytasd! Hol van a lazanya? Várjunk csak egy kicsit, Ubul. Valami itt rajtunk kívül is bűzlik. Miért hozta volna John a fürdőbe a lazanyát? Ha csak! Ez egy csapda! Jön a fürdetés! Mondhatsz vagy tehetsz bármit, nem érdekel! A lényeg, hogy a fürdés nem maradhat el! Jó, jól van, értem én! Amint hazaérek, megyek és letusolok. Miért gondolja, hogy meg kéne fürdetnie? Már fürödtünk valamikor ebben az évben. Hé, látogassuk meg Vitót. Lehet, hogy kapunk tőle egy szelet pizzát. Ja. Vito pizzázója, itt Vito beszél. Nem, uram! A következő órában születel a kiszállítás, mert a kedvenc tévéműsoromat nézem! A Panaszkodjunk Eddie Gourmannal! Elnézést, most leteszem! Kedves nézőim! Üdvözlöm Önöket! Ez a Panaszkodjon Együtt Eddie Gourmannal! Ebbe a műsorba bárki betelefonálhat, és arról nyavajoghat, amiről csak akar, kivéve persze ezt a műsort és a ruhatáramat. Ha jól látom, már meg is van az első telefonálónk. John Arbuckle. Ismerem John Arbuckle-t. John, mire panaszkodna? Ugye a macskája van a dologban? A kutya és a macska. Nem hagyták, hogy megfürösszem őket, pedig nagyon rájuk fér. Úgyhogy eldöntöttem, hogy egy szép summát ajánlok fel bárkinek, aki megfürdeti és visszahozza őket 8 óra előtt. Küldtem róluk egy fotót e-mailben. Ó, bizony megvan a kép. Azt javaslom, jól nézze meg mindenki, aki a városban lakik. Szóval szép summát kaphatnék? Nagyon sok pénzt kereshetnek vele, ha megtalálják őket, és megfürdetik. Ha? Vito megoldja? Szép summát egy fürdetésért? Mrs. Schmidlep majd eszik salátát. Megkeresem azt a macskát és a kutyát, és megfürdetem őket. Csak annyit kell tenned, hogy megfürdeted Garfieldot és Ubult. Majd én megfürdetem a bestiákat. John, ma este csodás vacsorát főz nekem anya. Hogy furcsa?
Nem, szerintem John nem furcsa. Mondja egyetlen fura dolgot, amit tett. Kérem, fürdessék meg a macskámat és a kutyámat! Kérem, kérem, fizetek! Csak valaki fürdesse meg a macskámat és a kutyámat! Anya, majd később beszélünk. Szerencsére senki sem fogja komolyan venni az ajánlatát. Csak nekem tűnik úgy, vagy tényleg furán viselkednek? Vigyázz, Ubul! Mit? Pedig nem sokon múlt? Hé, máskor jobban vigyázzon! Mi bajuk lehet ezeknek? Gyerünk! Vitói terme itt van már a sarkon, és a pizza mindenre gyógyír. A mindenség, itt elszalad a szép summánk! Garfield! Ubul! Gyertek csak beljebb! Különleges menüt készítettem nektek! Még az sem érdekel, hogy mi az, csak jó sok legyen belőle. Ó, igen! Na erre vártam! Végre egy rendes méretű tál minestrone leves. Faj! Ennek a minestrónénak fürdővíz íze van. Kerülj fejjebb! Gyerünk, kölyök! Vito, milyen leves van a napi menüben? Hát, azt hiszem, Vito leves. Miért lett olyan fontos mindenkinek a higiéniánk? Ti ketten, be a laborba! Ideje megfürödni! Ivy néni! Ide hozzám, mocskos banda! Hogy érted azt, hogy szerinted egyszerűbb lenne megfürödni? Ez most már elvi kérdés, kérlek. Nyomás a vízbe! Elnézést, hölgyem! Nagyon mérges! Maga megkerültöd, idióta! Nem is vagyunk olyan büdösek, nem igaz? Célpont bemérve, dobják el a szappant és a vizes palackokat. Ezt dobjátok ki! Lássuk most, miféle bajba keveredtünk. Hello, srácok! Ez Liz! Úgy néz ki, épp időben menekültetek meg a szappannal és vízzel fenyegető emberek elől. Igazam van? Megmenekültünk? Jaj, ez olyan jó! De... Hé, hey, nem is erre van a házunk. Mm-hmm.
most már nincs időm Garfieldékkal foglalkozni, Liz bármikor itt lehet. Ha, hová is rakjam a tortát? Ó, ez biztosan Liz lesz. Bár csak lett volna elég időm megfürdetni a srácokat. Jöttem elvinni azt a szép summát. Köszönöm. Hogy? Mármint hogyan? Én azt ezt... ígérted, hogy szép summát kap az, aki megfürdeti és visszahozza őket. Itt vannak. Na, de a Randing! Nem érek rá. Fodrászhoz kell mennem, és kellene pár új ruha is. Semmi baj, John. Nekünk is jó lesz, amit neki főztél. Legalább titeket megfürdetett, ami nagy eredmény. Ó, nézzenek oda, hát milyen koszos lett John. Tudod, mire van szüksége, Ubul? Fürdésre. Hé, srácok, nyugalom, nem kell megfürdetni. Elég, nem már én fürdöttem még pont a múlt előtti héten. Elég, segítség, nincs itt a gumikacsám. Segítség!